Akkor két felnőtt és egy gyerek egyet szeretnék kérni Tihanyba. Egymás után érkeztek Szántódrévbe pénteken délután az utasok. Volt, aki autóval, amíg más gyalogosan, kerékpárral vagy éppen motorral vette igénybe a komp szolgáltatást. Ez a pár 20 év után először utazott újra a két part között. Gyönyörű a Balaton ilyenkor is. Jó volt, kulturált, tiszta. Sok család használta ki a tavaszi időt kompozásra. Tihanyban voltunk egy ilyen 3 napos hétvégén, és a kislány még soha nem utazott kompon, és eljöttünk megmutatni neki, hogy milyen. Nézd, gyönyörű, de szép! Március közepétől sűrűbben járnak a kompok Szántód és Tihany között. Szántód révből 6.40 és 18.40 között, Tihany révből reggel 7 és este 19 óra között 40 percenként indítanak járatot. A hajózási társaság folyamatosan figyeli a forgalmat, és ha kell, sűrítik a járatokat. A Balatoni Hajózási ZRT pedig már elkezdte a felkészülést a szezonra. Jelenleg a kompok közlekednek Szántódrév és Tihanyrév között, viszont húsvétkor megindulnak a személyhajók is. Szokás szerint egyre több kikötő és útvonal lép be a forgalomba. Először Siófok, Balatonfüred és Tihany, illetve Fonyód és Badacsony, Keszhelyen sétahajó, úgyhogy várunk mindenkit természetesen tavasszal, sok-sok újdonsággal is készülünk. Amellett, hogy a menetrendi hajók és a sétahajók elindulnak, számos partneri együttműködés keretében egyedi programhajókat is fogunk indítani már a tavasz folyamán is. A balatoni régió népszerű a kirándulók körében, a hajózási társaság ezért idén minden eddiginél nagyobb forgalomra számít.